Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai adásunkban ellátogatunk a Hagymaházba, ahol a Karádi Katalinról szóló színdarabba kapnak bepillantást, majd az M-Jam zenekar koncertjét idézzük fel. Végezetül, de nem utolsó sorban a Miénk itt a tér elnevezésű fesztiválba is bepillantunk. Én ezekkel várom Önöket. Azonban megszokhatták, hogy itt műsorunk elején velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kértem Önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy milyen közlekedési eszközt mutattam be. A helyes válasz volt a bringó, kisvonat, kerékpár, lovaskocsi. Gratulálunk a nyertesnek, aki már a képernyő alján láthatta nevét. És ma is velünk játszhatnak, hogyha megválaszolják nekünk azt, hogy ki lépett fel a Miénk itt a tér elnevezésű rendezvénysorozatom. Legalább egy közismert sztárt, vagy éppen zenekart írjanak meg nekünk a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A Karádi zárkája című egyszemélyes zenés monodrámát láthatta a színház kedvelő közönség a Hagymaházban nem is olyan régen. Az előadás Karádi Katalin színésznőnek, az 1944-es üldözöttek védelmezőjének azon életszakaszát mutatja be, amikor a gestapó letartóztatta és bebörtönözte. István! Hol vagy? Én hol vagyok? István, annyira szeretném, hogyha hallanál most. Itt vagy nem messze? Itt vagy? A szívem megdobban még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jutsz, az nap könnyes az éjszakán. Karádi Katalin magánéletét titkok és pletykák kövezték, egyesek férfi falónak tartották. Gyengéd szálak fűzték Horthy Miklós kémfőnökéhez, Újszászi István tábornokhoz, aki el is jegyezte őt. Színészi tanulmányait 1936-ban kezdte, nagy felfedezője Egyed Zoltán újságíró laptulajdonos volt, akiről szintén szót ejtenek az előadásban. A darabot több éves dokumentáció előzte meg, melynek szerzője Darvasi László, a rendező Béres László. A dráma a Karádi dalok során válik igazán mély hangulatúvá, melyeket a rendező tudatosan épített bele a produkcióba. Dalok azok közismertek, és mondjuk, hogy a történetnek, vagy a darabnak az érdekessége, hogy akkor, amikor a szerző megírta számunkra, akkor ő mindenütt csak kihagyta, hogy itt zene. Tehát, hogy pontosan, hogy mi az, amire gondol, vagy mire gondolt, azt így nem pontosította. Így a felségemmel, és akkor ugye ezt is elárultam, hogy én az eldás rendezőjeként, a felségem meg a Barta Bóruka színésznő, több héten keresztül ültünk az asztalnál, és hallgattuk a Karádi dalokat, míg azt éreztük, hogy igen, ez itek, jön ez idén. Az előadás során a titokzatos, ünnepelt és rajongott Karádi Katalin személye jelenik meg, akit 1944. április 18-án kémkedés vágyával elhurcoltak. 3 hónapig tartották fogva, ahol folyamatosan kínozták. A színpadon a gestápó 525-ös számú cellája látható, erre utal a cím is, Karádi zárkája, mely kettős értelemmel bír. Karádi nem csak a gestápó börtönében volt fogoly, vagy ennek a rabja, hanem, ha úgy tetszik, akkor a saját divaságának is. Hiszen ugye nagyon sokan, tehát hogy azért miközben a korának egy szexszimbóluma volt, ugyanakkor nagyon sokan számon kérték tőle, hogy hát nem igazi színésznő, a tehetségét kérték számon, hogy ő csak felfutott. Na, és a Darvasi László szerző pedig nagyon csodálatosan ezt a két síkot ötvözi a darabban, és azt gondolom, hogy mi ezt megsikerült egészen jól színpadra tegyük. A szívfájdító történet Barta Boróka alakításának köszönhetően bontakozik ki, aki játékában feleleveníti az egykori színésznő gyermekkorát, munkásságát, átéléssel konstatálja a megkínzott nőt és azt, aki lett belőle. Kikerül onnan, elmegy külföldre, Amerikában,
ahol már nem sikerül sztárrá válni, hanem egy kalapos üzletben, mint kalapos nő, aki kalapokat árul, zárul az élete. Hihetetlen sok szenvedéssel találkozott, és ugyanakkor mindezt egy olyan tartással élte végig, ami csodálatra méltó. Mint mondta, nem szerette volna egy az egyben eljátszani Karádi Katalint, inkább megidézni őt, de nagyon sokat tanult az élet fontosságáról. Hát Karádi életének a kapcsán mindenképpen azt, hogy bármilyen helyzetben emelt fővel kell élni, és úgy olyan tetteket kell véghez vinni, úgy kell az életünket élni, hogy soha ne szégyenkezzünk. Az M-Jam zenekar előadásában számos ismert magyar és külföldi slágerek csendültek fel a közelmúltban. A zenés nyár elnevezési programsorozat utolsó fellépői fergeteges hangulatot varázsoltak a Hagymaházba, ezt a közönség vastapssal hálálta meg. A Hagymaház Színház terme szinte teljesen megtelt zenekedvelőkkel. A közönség mellett az M-Jam zenekar tagjai is várták már a személyes találkozást, hiszen a koronavírus ideje alatt erre nem volt lehetőségük, csak a heti rendszerességű próbák maradtak. Ahogy azonban beindult a kulturális élet, úgy a banda például Kiszomboron egy családi napon is megfordult, legutóbb pedig a makóiakat örvendeztették meg. Mágor Jedit énekes tábunkkal megosztotta, hogy miért volt számára különleges érzés az említett helyszínen fellépni. Nagyon boldog vagyok, hogy végre itt is egyszer lehet énekelni, mert középiskolás koromban volt utoljára módom, és azért most egészen más fejjel, jó lesz ez nagyon. Én örülök, hogy itt lehetünk, viszont sajnálom, hogy nem a pavilonban, mert azért annak a szabadtérnek is megvan bőven a varázsa, de örülünk, hogy legalább itt lehetünk, és így egy kicsit ezekben a vészterhes és keszekusza időkben szolgáltathatunk egy óra önfelett szórakozást. A résztvevők sajnos nem tudtak táncra perdülni, de a lábak dobbanásától és a közös énekléstől hangos volt a Hagymaház. A zenei repertoár nagyon széles volt, erről bővebben Balogh Tamás ejtett szót. Azt néztük, hogy azért megfelelő egyensúlyban legyen magyar számok is, külföldiek is, hogy merre tolódik el, ezt most meg nem mondom, tényleg komolyan nem emlékszem. A magyar felé. Magyar felé? Akkor jó. Igen, hát akkor kicsit a magyar felé húzunk, mert egyébként az indulásunk az volt, hogy szinte csak magyar számokat játszottunk, aztán kezdett beszivárogni a külföldi, és utána aztán úgy kialakult egy bizonyos egyensúly. Volt olyan is, amikor több volt a külföldi, de aztán visszabillentünk legalább az 50% környékére, mert az azért csak jó, hogy ha már úgy kezdtük, hogy magyar, és ugye a 70-es évektől előrefelé haladva ugye a 2000-2010-ig, tehát ezek a zenék vannak, és ezek általában olyan zenék mind, amire bulizni lehet, táncolni lehet. Tehát nem csak az, hogy hallgassuk, és akkor jó, mi a következő, hanem hogyha jó a közönség, meg mi is elkapunk egy jó fonalat, és jót játszunk, akkor hajrá, és adjuk nekik a talp alá valót. Oh,
Az együttes egy összeszokott csapatként dolgozik együtt. Igaz, a billentyűk mögött a közelmúltban történt egy tagcsere, itt most a csupán 13 éves fiatal tehetség Madarász Erik zenél. A dobfelszerelés mögött Kovács Róbert adja az ütemet, az énekért Mágori Edit mellett Bújdosó Géza még a felelős, aki a szóló gitár húrjait is pengeti, basszusgitáron pedig Balogh Tamás hallhatja a közönség. A tagoktól azt is megtudtuk, hogy mi tartja össze őket mind a mai napig. Az együttjátszás az egy baromi jó dolog. Tehát amikor egy csapat egymásra nézünk, és más szinten tudjuk, hogy na most ki mit akar csinálni, vagy legalábbis gondoljuk, aztán persze vagy úgy sikerül, vagy nem. De azért az jó, hogy van egy csapat, akik egy közös célért vannak együtt, azért, hogy egyrészt saját magukat is szórakoztassák ugye a próbák alatt, másrészt pedig, hogyha van tényleg befogadó közönség, akkor meg a közönségnek is egy olyan élményt adjon, ami egy kicsit úgy föllazítja a napi hülyeség, bocsánat, így mondom, a napi hülyeségből egy kicsit kikapcsolja őket, hogy átlöki arra az oldalra, amikor na, így van egy óra hossza, amikor elengedem magam, nem is az, hogy most mit várok el, hanem egyszerűen csak be akarok fogadni valamit, és erre, hogyha mi jók vagyunk adott esetben, akkor annak mindig örülünk, hogy ez összejön. És azért többnyire, amikor ilyen bulik vannak, és tényleg játszunk, akkor azért a végén az a taps az azért mindig mond valamit. A makói M-Jam együttes fellépésével zárult tehát az idei zenés nyár elnevezésű programsorozat, de a zenészek remélik, hogy hamarosan újra találkozhatnak majd a nagy érdeművel. A Marosport idén számos koncertnek adott otthont. Ez nem volt másként a Miénk itt a tér elnevezésű rendezvénysorozattal sem. A jó hangulat és az önfelett szórakozásról a Groove House, Lotfi Begi, Irigy Hónajmirigy és a Zippó Cirkusz gondoskodott. Szép számú közönség gyűlt a színpad elé, és tapssal, újongással köszöntötték a több mint két évtizede fennálló Groove House énekeseit, Judit és Kárpáti Zsoltot, akik nevükhöz fűződő nagy slágereket hozták el a makóiaknak. Itt többek között felcsendült az Ébredj mellettem, a Vándor, és természetesen legsikeresebb daluk a Hajnal is. A koronavírus járvány miatt ők is visszavonultabban éltek, fellépések hiányában inkább az alkotói tevékenységnek szentelték az időt, így új klippel jelentkeztek az év elején. Az énekesek elmondták, hogy nagyon jó nyarat tudhatnak maguk mögött, hiszen számos esemény sztár vendégei voltak, de sűrű lesz az őszük. Mozgalmas volt, legalábbis az elmúlt másfél év után mindenképpen, hiszen tehát ugye, ahogy bejött a pandémia, és lezártak minden, gyakorlatilag egy-egy fellépésünk volt, és hát mondhatni azt, hogy az nyilván nem elégítette ki azt, ami mi megszoktunk az elmúlt 20 év alatt, és hát most ez mondhatni azt, hogy így azután mindenképpen tarolt. Tehát volt olyan nyár, amikor sokkal több volt, de ettől függetlenül most azután nézve szerintem ez brutál sok volt. Mert
megfigyeltük, hogy legfőképpen azok a fiatalok szeretnek minket, hát nem azt mondom, csak azok, de legfőképpen azok, ahol már mondjuk a szülők egy-egy Grufhaus táborba ott tobzódtak, úgymond nem tudom hány évvel ezelőtt, és mondjuk együtt nőttünk fel, mondhatni így, együtt szültünk, meg minden más, és mondjuk ezek a gyerekek most ugye ott vannak, és most nőnek fel, tehát egy második generáció, aki most felnő ránk, és hát ugye ott vannak a főiskolások, a nem, kinek szoktunk mostanában, egyetemisták, így van, úgyhogy ők is nagyon szeretik. Érdekes, hogy ott mi mindig tarolunk, tehát valamilyen úton, módon, nem tudom hány éve, ez most már egy ilyen szokássá vált, hogy mi, amikor meg kellene állni, egy picit levegőt venni, akkor sem, mert valójában akkor jönnek a gólyatáborok, meg a nem tudom mi, és ott azok a fiatalok, akik még mikor mi alakultunk, meg se születtek, gyakorlatilag úgy nyomják a Hajnal Vándor, ha újra látom, ébredj mellette minden egyes dalunkat, és tombolnak rá, hogy ez nyilván nagyon jó esik a mi szívünknek. A koncert végére igaz besötétedett, de így lett tökéletes a diszkó hangulat, ugyanis a lemezjátszókhoz Lotfi Begi érkezett. A DJ és producer 2008-ban vált híressé, amikor megalapította a kompakt diszkó formációt. A művész megosztott a televíziónkkal az elmúlt csendes időszak után, milyen volt számára visszatérni a mozgalmas, bulizós éjszakába. Nekem ez a nyaram, tehát tényleg szerdától vasárnapig mindig tele volt, kijöttem a gyakorlatból, tehát én azt gondoltam, hogy vasember vagyok, nem vagyok az. Tehát, hogy azért ez a másfél év leállás azért érződik, de hálát adok annak, hogy elindulhattunk, és ennyi rendezvényen, fesztiválon felléphettem. Nekem még nem ért véget a nyár, tehát hogy szeptember végéig szintén ugyanez a szerda, csütörtök, péntek-szombat dupla, én innen Makóról megyek Pécsre. Tehát az egy nagy vállalás, de meg fogom oldani. És ami nagyon fontos, hogy én 20 éve járom az éjszakát, és valahogy Makó nekem kimaradt. Úgyhogy most vagyok itt először, és nagyon várom. Az elmúlt fél évben volt olyan hét, hogy egyszerre három dalom is megjelent, videoklippel, mindennel együtt, ami már azért nem jó, mert az egyik dal kioltja a másikat, tehát hogy ilyet nem szabad csinálni, de mivel megcsináltuk a dalokat, leforgattuk a klippeket hozzá, ezért úgy éreztem, hogy ezt nem maradhat a fiókba, tehát ki kell adnunk. Úgyhogy az őszi időszakra egy picit visszább akarom fogni a dolgokat. Egy biztos, hogy a Buraival jön egy új dalunk, ez 100%, ez fix. De lehet, hogy ez az egy dal, ez három lesz, ez még nem fix, de ez a terv. Úgyhogy hétfő kedszerda, tehát hogy akkor így kiszórjuk a dalokat. És hát tök jó, hogy a Grufhaus-zal találkoztam, mert nekünk évelején volt egy meetingünk, beszéltünk valamiről, és aztán valahogy ez úgy elsiklott, mert most rákérdeztem, hogy gyerekek, ezzel mi van? Hát te nem tudsz róla? Hát mondom, én rátok várok. Te ránk vársz, mi meg rád várunk. Hát mondom, akkor mi lesz ezzel? Úgyhogy lehet, hogy, és ez egy tök friss információ, és tök jó, hogy most itt Makón én a Grufhaus-zal találkoztam, lehet, hogy még itt last minute a Grufhaus-zal is lesz valami ebben az évben. És most ezekről tudok nyilatkozni. Van nagyon sok terv, de tényleg megpróbálom ezt az évet most már egy kicsit visszafogni, így megélnés szempontjából. Nem csak a péntek, hanem a szombat is meg annyi programot tartogatott a makkóiaknak és a térségben élőknek. A délelőtt és a délután a család legkisebb tagjairól szólt. Gyerekzsivajtól volt hangos a város, hiszen a jó időnek is köszönhetően a családok el tudtak látogatni többek között a Petőfi Parkba, ahol számos ugrálóvár, illetve kisvasút és körhinta is várta a gyermekeket. Matus Kitti szinte mindent kipróbált, és még arcfestést is kért. Elmondta, hogy milyen érzés volt benne, amikor megtudta és meglátta, hogy milyen programokra mennek édesanyjával. Anyu,
Laci mondta, még elsőnek, de nagyon izgultam már, vártam már, és amikor elsőnekbe jött, anyucinak azt mondta, de szép! Trucz Melinda családjával látogatott el a gyereknapi programokra. A 15 éves lány elmondta, hogy testvérét kísérgette a Petőfi Parkban, mivel ő már idősebb, de a főtéren több állomáson talált kreatív időtöltést. Én nagyon jól érzem magam, mert ugye én már az idősebb korosztály vagyok, és ugye most lett volna a Hagyma Fesztivál, és ugye mi szerintem fiatalok szerettünk volna kibontakozni, tehát így iskolai időben, szóval már ez is valami, hogy tartanak ilyen plusz dolgot, és ugye én nem bírok mire felmenni, mert hogy 15 éves vagyok, de nagyon jól érzem magam. A főtéren volt egy stand, ahol lehetett csillámtetoválást, hennát és arcfestést készíteni. Én ott csináltam csillámtetoválást, és volt egy állatsimogató, és volt ugye mesekert is, oda a kisebbek mentek, és én mentem lovat simogatni, meg nyulat simogatni, és nagyon aranyosak voltak, és ugye én csináltam szatyrot, és pólót is díszítettem. Tovább haladva a főtérre körhinta, illetve népi játékok is várták a kilátogatókat az ökokreatív stand mellett. Katona Veronika jóvoltából kicsik és nagyok egyaránt textilfestékkel alkothattak vászontáskákra és pólókra. Azt hittük, hogy csak a gyerekek körében, de meglepően nagyon sok felnőtt, nagymama, anyuka és nagyon sok családtag is csatlakozik a gyerekekhez, és nagyon ügyesen segítenek nekik. Másik állomáson pedig egy ilyen őszi dekorációs szettet lehet összeállítani, termésekből, fákból, mohákból, ami szintén hozza ezt az ökovonalat. A harmadik állomás a Hagymatikum előtti téren volt kialakítva, ahol az Óvd a környezeted okosan elnevezésű ügyességi pályát próbálhatták ki a vállalkozó szellemű fiatalok, ameddig a szülők a Kiskaska elnevezésű kirakodóvásáron vehették szemügyre a szebbnél szebb kézműves portékákat. Boldog és örömteli gyermekarcokat lehetett látni, akik örömmel vetették bele magukat a játékba. A nyárbúcsúztató koncertsorozat a hétvége első napján még tovább folytatódott az este folyamán a Marosparton, ahol az ország egyik legkedveltebb és legszórakoztatóbb együttese garantálta a jó hangulatot. Az Irigy-Hónay-Mirigyesek örömmel jöttek városunkba koncertezni, hiszen van itt egy nagyon jó barátjuk, osztotta meg televíziónkkal Kabai László. Bár a zenekar megalakulása véletlenszerű volt, és már 30 éve tart ez a szoros és jó összhang a tagok között. És tulajdonképpen azon vettük észre munkat, hogy mi 30 éve eltelt, és ugye ezt csináljuk, egyszerűen nem tudunk erről leszállni. Először még ugye furcsa volt, de csak néztük, hogy mi történik velünk, és sodrottunk a történésekkel, és egyre-egyre feljebb jöttek a tévés felkérések, csak kapkodtuk a fejünket, hogy ez tényleg velünk történik, és ez annyira az életünk részévé vált, hogy ezt nem lehet, mert azt, hogy nem bírja az ember, észre se vesszük, ez ilyen, megyünk, sose halunk meg. A fiúktól megszokott színes jelmezek mindig megbolondítják a humorral ötvözött dalokat, amelyeket a közönség most is együtt énekelt a művészekkel. Mint megtudtuk, a legnagyobb slágerek titka a karakteres előadók, és így ez a bandát is megihleti. Fontosak a karakteres előadók, mert rengeteg jó előadó van, aki nagyon jól énekel, de nincsen benne se plusz, se mínusz, és nem tudunk vele mit kezdeni, viszont kellenek az olyan karakteres előadók, akik akár kinézetben, éneklési stílusban, vagy akár az életformája miatt ugye közismertebb és ilyen szélsőségesebb, jó vagy rossz szempontból, az nekünk teljesen mindegy, és akkor ezekből tudunk mi nagyon jól dolgozni. Csak mondok egy példát, a Charlie-t nagyon könnyű megfogni, rekettes, tudod, egy kicsit ilyen mozgása van. Tehát a jellegzetességeket tudjuk a legjobban megfogni, és nekünk ilyenek kellenek, úgyhogy nyilván is, amikor ezeket látjuk az új fiatal feltörekvőket, vannak a tehetségkutatók, vagy a dal, a műsor, és akkor mi azt is figyeljük, ki nyer, és hogy akkor megnézzük, tudunk-e valamit csinálni, és ebből tudtuk, tehát megcsináltuk a sportmackót, ugye az is megvan, abból lehetett dolgozni, az tök jó lett, úgyhogy igazából az a legfontosabb, hogy legyen valami megfogható bennük, amiről tudunk dalt, amiből tudunk írni, amit meg tudunk egy kicsit csípni, ez a legfontosabb, és akkor meg már így halad a maga útján. A tervek között szerepel egy jubileumi koncert, hiszen már több mint 30 éve annak, hogy a közönség szórakoztatását tűzték ki célul. Az elkövetkezendő időszak a fiúk számára is a koncertekről szól, aminek nagyon örülnek. A humorgyárosokat követte a színpadon az összetéveszthetetlen hangzású Gipó cirkusz.
87 utolsó napja, kártel a házigazda, ők meg a banda funky mafia. Az E-klubban a Tamas Tiborja kezdődik, ma senki sem veszít védelni el, ami csak fel, szép fel baszik valahogy így ér el, hogy a hip-hopos. 98 durva, 40 skill, minden rossz, szűrű, semmi kárt, jövünk a védekébe, szomszik a lesz, első 15 a másik arat, igen a hangulat a feletti, majd rá akár terül, akár csak egy részekorban, mikrofon meg az a rengeteg fiam körülöttünk, ráadásul. 10 éves jubileumát ünneplő szegedi zenekar már nem először jött városunkba zenélni. Az öttagú banda hatalmas lendülettel és energiával szórakoztatta a közönségét. Hegyesi András énekes szót ejtett arról, hogy a koronavírus ideje alatt volt alkalmuk pihenni és átgondolni a dolgokat, amire az előző években nem igazán jutott idő a fellépések sodrásában. El voltunk szeparálva mindannyian, valaki a munka miatt, valaki a család miatt, valaki egészen más miatt. Időbe, ízbe kaptunk, és elmentünk stúdiózni, hogyha maszkba is kellett lenni, vagy valami, akkor is csináltunk egy dalt. De igazából az történt, ami 10 éve nem történt soha, hogy lett egy kis szabadságunk. Tehát egy olyan dolog, ami 10 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy lett volna egy fél évünk, egy évünk talán, hogy egy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy az elmúlt 10 évben mi történt. Hogy mit csináltunk, egy kicsit átgondolni a dolgokat, egy kicsit emberileg is rendbe rakni ezeket a témákat. Átgondoltuk az egészet, és rájöttük, hogy mi ezt nagyon akarjuk csinálni, nagyon szeretnénk csinálni, és egy hatalmas új erő keletkezett a zenekaron belül, és ez a legnagyobb hozománya egyébként ennek az egésznek. Írtunk dolgokat, és nyilván van egy-kettő készülünk lemezzel, de ez annak is köszönhető, hogy egy kicsit megint egymásra találtunk, kicsit magunkra találtunk. Lábok már csak fényképen, nem látom a szíved térképen. Emeljük, hogy te lassan megtalálni félek. Ha most ötöd nem jön össze, akkor még itt lehet veled. Lehet, hogy feljössz, tűnő nem jó egyedül a tívulatú. Az elmúlt egy évben a pihenés mellett az alkotásra is jutott idő. Mint megtudtuk, a zenekartól megszokott stíluskavalkát fogja jellemezni a következő albumot, a rajongók nagy örömére. Nálunk ugye nagyon nagy stíluskavalkád van, mert szertágazó a zenei ízlésünk. Nagyon szeretjük a balkánit, nagyon szeretjük a populáris zenét, nagyon szeretjük az indit, a rock zenét, a punkot. És igazából ezeknek az egyvelegye fog megszületni. Lesz olyan nóta, ami atompunk lesz olyan nóta, ami egy ilyen balkán diszkó, lesz olyan nóta, ami egy ilyen... Azt már nem mondom meg, nem mondom. Nem lesz, szinte lesz teljesen elektronikus is. Tehát át szeretnénk menni ilyen trash-es világba, akár csak egy-két nótán belül is. Van, rengeteg tervünk van, de most, hogy mi jön össze belőle, azt nem tudjuk. Mi soha nem voltunk ilyen fú, január 1 lemez kell csinálni, illetve volt olyan is, de hát az elkészült június 3-ára nyilván, tehát mi nem vagyunk, sose voltunk ilyen gyorskezű gyerekek, ezt már elmondtam egy pár szó, és most sem vagyunk azok, ami jön, az jön. Ezt mi teljesen természetes úton hagyjuk így megszületni ezeket a dolgokat. A zenekar számára a nyár igen mozgalmas, hiszen Makó után többek között felléptek Kalocsán és Kiskunhalason is. Az este hátra levő részében pedig a Molnár Herman Retro Show gondoskodott az önfeledt kikapcsolódásról. Ennyi fért mai társalgunkba, azonban itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Kik léptek fel a Miénk itt a tér elnevezésű rendezvénysorozatom? A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Én ezzel búcsúzom, további szép estét kívánok, viszontlátásra!